Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Gyönyörű, nyárias reggelre ébredtünk itt Budapesten, és ez az űrkutatás szempontjából is egy érdekes és fontos időszaknak a kezdetét jelzi. Nem erről fog szólni a mai adás, de nem tudunk elmenni azelőtt, az érdekes hír előtt, amit már itt a chatben is többen beposztoltak, hogy néhány perccel ezelőtt, az adás pillanat előtt, mint egy fél órával vált nyilvánossá az a hír, hogy a négy Hunor űrhajós jelölt közül kiválasztották azt, hogy ki lesz nagy valószínűséggel az a magyar űrhajós, aki 2025-ben valamikor fölmehet az űrbe az ISS-re kísérleteket végezni, amely kísérletek között egyébként nagyon izgalmas kísérletek is vannak, amelyekhez van némi közöm nekem is. Erről nem mondok jelenleg többet, viszont az egy nyilvános információ, hogy Kapu Tibor lesz az az ember, aki fölmegy az ISS-re a jelenlegi tervek szerint, úgyhogy hát ez egy új hír, és ezt azért is mondom, mert itt látom közben pillanatokban itt a Tilos Rádió csetjét, ahova szintén beposztolták ezt itt a kedves hallgatók. Szóval igen, ez egy érdekes információ, amúgy a kihirdetésnek az volt az apropója, hogy a Farkasberci űrrepülésének éppen tegnap, tehát május 26-án, mármint a startjának tegnap, május 26-án volt a 44. évfordulója. Nem ez lesz a mai adás témája, mert erre a bejelentésre, hogy ez így ma reggel meg fog történni, erre én nem voltam felkészülve, amúgy megfoglalkoztunk már a témával korábban is, tehát akit érdekel ez, az nyugodtan mélyedjen el a Szokolébresztő archívumában, sőt, a Parallaxis podcast archívumában is. Ugye ez a társműsorunk, ami Tilos Rádión kívül is van, és egy ilyen adásban volt már egy részletesebb beszélgetés a Hunor programról, azt szeretettel ajánlom, meg hát a Magyarok az űrben téma az újra és újra előjön. Na, hát persze majd jövőben is elő fog jönni, mindenféle pro és kontra érvek hozhatok fel, de az biztos, hogy ha már lesz ez a repülés, akkor, és már pedig úgy tűnik, hogy lesz, akkor nyilván az a cél, hogy ebben a 30 napos küldetésben a lehető legtöbb tudományos, technikai szempontból értelmes kísérlet legyen végrehajtva, és hát egyrészt ehhez sikerült egy kitűnő jelöltet kiválasztani, másrészt pedig nagyon jó és nagyon érdekes kísérletek és tudományos vizsgálatok fognak zajlani a fedélzeten, amint arról persze majd annak rendje és módja szerint biztos mi is be fogunk számolni. Na de a mai adás az nem erről szól, hanem egy közelmúltbeli jelenség, űresemény kapcsán. Gondoltam, hogy végre utána járok egy témának, ami engem kicsit mindig is érdekelt, és ez az űresemény pedig az, hogy május 19-én, tehát nem is olyan rég, múlt héten fölment a világűrbe Ed Dwight. Na most Ed Dwight, vagy Edward Dwight, egy 90 éves amerikai úriember, aki egy 10 perces űrrepülést hajtott végre. Ezt a fajta űrrepülést űrugrásnak szokták hívni. Ugye ilyenkor a delikvensek nem állnak földkörüli pályára, vagyis nem érik el az ehhez szükséges nagyjából 8 km per másodperces sebességet, hanem lényegében egy olyan parabola pályát írnak le, melynek során fölemelkednek. Ez esetben egyébként pontosan 106 kilométer magasságba emelkedtek föl, majd pedig onnan visszapottyannak. A 106 kilométer az az a magasság, ahonnan már úgy néz ki a kilátása, hogy ezt így gondolnánk, egy űrrepüléstől, ahogy elvárjuk, tehát már fekete az ég, és látszik a föld görbülete. Azért ez nincs olyan rettenetesen magasan, tehát a nemzet, mármint űrmértékben,
régi közlekedési mértékben iszonyatosan magasan van, ugye ez 10-szer magasabban van, mint ahol az utasszállító repülőgépek járnak. Fizikai viszonyait tekintve ez a térség, ez már valóban az űr. Majd kicsit kitérek arra, hogy ez mit is jelent. Az ISS, vagyis a nemzetközi űrállomásom úgy ennél, mint egy 4-szer magasabban kering, tehát 400 kilométeres magasságban. Ugye a fő különbség itt egyébként nem az, hogy milyen magasan vagy, tehát nem az a különbség ezen úgynevezett űrugrások, meg a szokásos föld körül keringő repülések között, hogy milyen magasan vagy, hanem tényleg az, hogy olyan irányban, illetve olyan sebességgel mégye, hogy körbe tud repülni a Földet, vagy körbe esni lényegében, hiszen szabad esésről van szó egy ilyen repülésen. Itt is szabad esésről volt szó, onnantól kezdve, hogy a Blue Origin-nek a New Shepard rakéta rendszere az végrehajtotta a gyorsító fázist, kikapcsolták, és akkor szabad esés, tehát súlytalanság volt, tehát ez a hat űrhajós, köztük az emlegetett Ed Dwight is átélhette több percig a súlytalanságot, nem sokáig, tehát ilyen 3-4 percről van itt szó, ugye utána visszafordul a pályaév, és mint mondtam, az egész repülés megvolt 10 perc alatt. Na most mi ez az egész? Miért érdekes Ed Dwight? Hát önmagában az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az ember, ez 90 éves. Ezzel, hogy 90 éves, jelen pillanatban a legidősebb ember, aki valaha feljutott az űrbe, amúgy az eddigi rekordereket is, akik fölmentek, azokat mind-mind ezen a fajta repülésen termelte ki a Blue Origin cég az elmúlt mintegy 3 évben, mert azóta van lehetőség ilyen utazásokra, amelyeket hát űrturizmus kategóriájába is lehet sorolni, de pont azok az emberek, akiket mindjárt emlegetni fogok, ők nem turistaként vettek részt. Ugye ez a Blue Origin, ez hát akkor mondjuk el egy kicsit a kontextust, ez a Jeff Bezos nevű milliárdosnak az űrcége. Hát ugye van egy ilyen narratíva, hogy ami jobban jelzi sok másnál azt, hogy milyen korban élünk, hogy valóban van néhány csilliárdos szupergazdag, akik úgy tűnik, hogy hobbiból, hogyha így akarom interpretálni, akkor hobbiból arra szórják úgymond a pénzüket, hogy különféle űrbravúrokat mutatnak be és versengenek egymással. Valójában éppen a óriási egóval megáldott, természetesen másképp gondolom nem is megy, de ezek az óriási egóval megáldott fickók, Jeff Bezos, meg hát természetesen Elon Musk, ők ilyen módon valóban versengenek az élet minden területén, ám de itt azért többről van szó, mint valamiféle ilyen presztízs valamiről, tehát ez nem olyan, mint hogy hú, nekem milyen aranyórám, vagy csoda autóm, vagy ilyesmi van. Az, hogy űrrepüléseket hajtanak végre, illetve olyan vállalatokat futtatnak, amik űrrakétákat és űrhajókat fejlesztenek ki, az kőkemény biznisz, ami abszolút meg is térül, olyannyira, hogy jelen pillanatban például az Egyesült Államok csak azért tud embert juttatni a föld körüli pályára, mert az Elon Musk cége, a SpaceX ezt az amerikai kormány számára megcsinálja. Ami persze vastag szerződésekkel jár, mind a NASA, mind az amerikai légierő, illetve most már a Trump óta, ugye ezt űrhaderőnek hívják, azt a részét a korábbi a légierőnek, azt a korábban szintén ugyanennyire elkülönült részét, a Space Command-ot, vagyis űrparancsnokságot, most az történt, hogy ugyanezt átnevezték, egy külön fegyver, nem még, igazából nem sok minden történt. De a lényeg, hogy ezektől az állami szervektől sok százmilliárd dolláros, összességében tényleg százmilliárd dolláros nagyságrendű megrendelések érkeznek. Ennek egyébként csak egy kicsi töredéke az, hogy embereket juttatni az űrbe. Egy nagyobb része az, hogy műholdakat juttatni az űrbe. Az Elon Musk féle SpaceX ezt rendszerszerűen csinálja. A Jeff Bezos féle Blue Origin egyelőre nem igazán vitte túlzásba a dolgot, de hát a NASA azért igencsak számol a jövőben azzal, hogy az ő általa kifejlesztett rakéták, például ennek a kis rakétának, amiről ma beszélni fogok, ennek a New Shepard nevű rakétának a nagy testvére, a New Glenn nevű nagy hordozó rakéta, az már igen komoly terheket tud majd felvinni, és hát ezt ugye a Blue Origin fejleszti, ami tehát a Jeff Bezos nevű csilliárdosnak a cége. Na most emellett a
a Bezosnak vannak ezek a repülései, amelyeket egy teljes mértékben újra felhasználható kis rakétával hajt végre. Ilyen értelemben ez olcsónak tekinthető, hiszen igazából ami egy repülés során elfogy és újra kell tölteni, kis túlzással az a rakéta üzemanyag. Persze nyilván sok mindent át kell vizsgálni, meg kipofozni a dolgokat, de a lényeg, hogy 100%-ban újra hasznosítható ez az űreszköz, amivel ezeket a pici 10 perces és egyébként 6 személyes repüléseket végre szokták hajtani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hát van egy ilyen rakéta, ami 4 lábon áll, felszáll, gyorsítási fázis után leválik róla ez a kabin, amiről csodálatos panoráma ablakokon lát körbe kifelé az ember. Utána szabad esési fázis következik, a rakéta is már külön válva a kabintól is repül, lényegében szabadon, és tőle bizonyos távolságban a kabin is. Persze mind a kettőknek ugyanaz volt a kezdősebessége, csak szét vannak válva, tehát ugyanúgy a rakétafokozat is leírja azt a teljes pályaívet. Az emberek a kabinban ülnek. Miért kellett akkor szétválni? Azért kellett szétválni, mert a rakétafokozat ezek után önálló életre kell olyan értelemben, hogy saját maga a rakétás leszállással, tehát maradt még benne üzemanyag, és saját hajtóművét fékező rakétaként használva ugyanarra a 4 lábára visszaszáll. Viszont a sivatagba, ahonnan fölbocsájtották, mindeközben pedig az űrhajósok a kabinban ereszkednek le, ott viszont ejtőernyőkkel lepottyannak. Most mindennek során az űrhajósok azért sem jöhetnek vissza egyébként a rakétás fékezéssel, tehát a rakéta, négylábú rakéta testtel együtt, mert egyrészt az nagyon kockázatos, másrészt akkor nagyobbak lennének a túlterhelések, ami emberek, pláne adott esetben 90 éves fizetős utasok, vagy nem fizetős, de 90 éves, vagy akármilyen, gyakorlatilag hétköznapi emberek számára nem volna túlélhető. Meg így is azért vannak gyorsulások egy ilyen repülésen, tehát így sem ülhet be teljesen akárki. Ugye a felszálláskor itt 3G van, ami azt jelenti, hogy az ember háromszorosának érzi a testsúlyát a felszállási szakaszban. 80 kilós ember 240 kg-osnak érzi magát. Például a visszafele jövetelkör, amikor pedig a lassulás, vagyis negatív gyorsulás történik, ami ugyanúgy a székeikbe passzírozza az embereket, akkor ez felmehet akár 5G-re is egy ilyen repülés során, tehát a test súlyának az ötszörösét érzi olyankor az ember. Azért az, hát még ha rövid ideig is tart, és fekve, fontos, hogy fekvő helyzetben, tehát abba az irányba hat ez a túlterhelés, ahol ezt az ember, amilyen irányba ezt az ember a legjobban tudja tolerálni, de hát azért mégis komoly. Na most ezek a repülések nagy részt tényleg azt szolgálják, hogy emberek fölmenjenek és jól érezzék magukat, nagy részt említettem fizetős emberek, de első repülésen ott volt maga Jeff Bezos például. De ugyanúgy az első repülésén, amit 2021-ben hajtott végre ez a rakéta rendszer, ez a New Shepard, az a fedélzeten ott volt egy, hát, egy űrtörténeti legenda, Wally Funk, vagy Funk, nem tudom pontosan, hogy mondja a nevét, de ő egy, hát mondanám, hogy űrhajós nő, és most már végül is, ha úgy tetszik, mondhatjuk, bár hálás vita téma, hogy azok az emberek, akik ilyen repüléseken részt vesznek, azokat űrhajósnak kell-e, vagy lehet-e hívni. Minden esetre Wally Funk egy ikon. Ő egy amerikai repülő hölgy volt az 50-es, 60-es években. Nagyon sok bevetéseket is hajtott végre. És amikor az első amerikai űrhajósokat kiválasztották 1959-ben, akkor a NASA ezzel a Lovelace klinikát bízta meg, amelynek a vezetője elhatározta, hogy miután a Mercury programba kiválasztották a szerencsés 7 űrhajóst, akik aztán bemasíroztak a történelemkönyvbe, mint az amerikai első űrhajósai, rögtön azonnal utána, ott a 60-as évek legelején, gondolta, hogy hát, ha már itt van ez az egész brutális orvosi kiválasztási folyamat mindenféle teljesítménytesztelésel, amit a Mercury program számára kidolgoztak, akkor a Lovelace kitalálta, hogy csináljuk meg ezt nőkkel is,
Mert egyrészt őt nagyon érdekelte, hogy a női szervezetek, női szervezet hogyan képes elviselni ezeket a teszt körülményeket, amik egyébként indokolatlanul rigorózus tesztekből álltak, tehát olyasmiket is vizsgáltak, aminek semmi köze az űrkutatáshoz, egészen egyszerű, vagy az űrhajósra váró megterhelésekhez, vagy nehézségekhez. Ez egyrészt abból is fakad, hogy az 50-es évek végén nem lehetett még tudni, hogy pontosan mire van szükség. Másrészt elsősorban arról volt szó, hogy hát tökéletes ember példányokat akartak az orvosi szempontból kiválasztani minden szempontból. És hát emiatt, olyasmi miatt is kiszuperáltak persze akkoriban jelölteket, amik amúgy nem volnának indokoltak az űrrepülés szempontjából, tehát ma már sokkal lazábbak, a még így is elég brutál, de ma űrhajós kiválasztási kritériumok, de azok sokkal nagyságrendekkel lazábbak, mint annak idején, amikor még sok volt az ismeretlen. Na most a Lovelace az arra volt kíváncsi, hogy vajon női pilótákból verbúvált csapat az milyen arányban tud teljesíteni ezeken a vizsgálatokon, és sokan jelentkeztek ezekre. A légierőben, meg egyéb fegyvernemeknél szolgálatot teljesítő pilótanők közül, akikből nem volt sok az Egyesült Államokban akkor, nem is csak onnan jelentkeztek, hanem civil repülők is. De azért egy megkötés volt, hogy legalább motoros gépen nem tudom hány órányi repülési idő kell, tehát mindannyian pilóta jogosítvánnyal rendelkező emberek voltak, közülük a Wally Funk volt messze az egyik leg... Hát, vagy mindesetre a kettő, a Cobb volt talán a legtapasztaltabb pilóta, ő volt talán az egyetlen, aki sugárhajtású repülőgépekkel is repült, de másodikként a Wally Funk is, és elég menő volt. És hát ezek a nők, akikből összesen 13 volt, bár csoportként sose találkoztak egymással, tehát ők soha nem voltak így egy időben egy helyen, nem is ismerték egymást, de a lényeg, hogy 13-an, sőt még egy, aztán végül is összesen talán 14-en, teljesítették ez ugyanazt az űrhajós kiképzési, orvosi vizsgálati procedúrát, amin a Mercury űrhajósok is átestek. Tehát ezek után javasolta a Lovelace egyrészt a politikai vezetőknek, másrészt a NASA-nak, hogy ezt az, amúgy teljesen a NASA-tól függetlenül és a saját ketteléséből és a saját pénzén végrehajtott kiválogatási program finalistáit, akik ezen keresztül mentek, ezeket jó lenne berakni az amerikai űrprogramba, hogy legyen űrhajós nő. Hát a 60-as években történt mindez, annak is a legelején, 62-ben az a politikai állásfoglalás született, hogy nem kell most nekünk űrhajós nő, hát akkor még nem volt erre megérett az idő. Persze aztán savanyú lett a szőlő, mert hát az nagy Szovjetunióban lehet, hogy részben amiatt is, hogy hírét vették ennek, és demonstrálni akarták, hogy bezzeg a Szovjetunióban mennyire más a helyzet, 1963. júniusában felment Valentina Tereskova. Na, nem ez a mai adásunk témája, bár önmagában nagyon érdekes, hanem csak akarom mondani, hogy Wally Funk, aki ennek a 13 kiválasztott pilótanőnek az egyike volt, ő végül 2021-ben a Blue Origin-nek az első személyzetes űrrepülésén ott volt a fedélzeten, de hasonló celebrityként járt odafönt például William Shatner, aki a Star Trek eredeti sorozatban a Kirk kapitányt játszotta. Ez volt a második repülés, ha jól emlékszem, így van, ami 2021. októberében vett részt. Most a Shatner, amikor ő fölment az űrbe, ezzel szintén egy élettartam rekorderré vált, hiszen ő most jelen pillanatban 93 éves, ez azt jelenti, hogy 3 évvel ezelőtt 90 éves volt, ugyanúgy, mint mostani Ed Dwight, tehát néhány hónap kor különbséggel lett most Ed Dwight a legidősebb ember, aki valaha feljutott az űrbe, de ezt a rekordot a William Shatner tartotta egészen múlt hétig. És aztán azóta egyébként volt még további több repülés is, például a kokáért Alan Shepardnek, az első amerikai űrhajósnak a lánya, és helyet kapott ugyanúgy egy ilyen ingyen repülő vendégutasként az egyik repülésen, ő volt Laura Shepard. Hát gondolhatjuk, ezt még nem mondtam, de ennek a New Shepard rakétának a neve az Alan Shepardból származik. Ő maga is, mint az első amerikai űrhajós 1961. májusában egy olyan repülést hajtott végre, ami hasonlít a mostanihoz abból a szempontból, hogy ő sem állt föld körüli pályára,
15 perces űrrepülést hajtott végre. Lényeges különbség, hogy hát akkor még más világ volt. Egyrészt sem nem volt újrahasznosítható a rakétája, másrészt pedig, hát ez meg a lényegesebb, hogy a gyorsulásokat sem sikerült még annyira alacsonyan tartani, úgyhogy hát hogyha az ember egy könnyű rakétát akar építeni, ami jól felgyorsul, akkor nagy kiáramlási sebesség, vagyis nagy fajlagos impulzus kell, hogy ilyen rakéta tolvajnyelvi dolgokat mondjak, az viszont nagy gyorsulást fog eredményezni, tehát nem véletlen, hogy a Shepard az 11,5 G-t is átélt, hát ilyesmi annak idején 1961-ben egy hasonló fölle űrugrás kapcsán. Nyilván a mostani turistáknak ilyesmit nem, mostani turistákat ilyesminek nem lehet kitenni, és nem is szabad. Sőt, profi űrhajósokat sem nagyon, tehát az 11,5 G, az azért durva. Na, szóval Shepardnak, Ellen Shepardnak a lánya is az egyike volt a meghívott ilyen celebrityknek, akik felmentek erre, és most 1962 után végre lehetőséget kapott a mai főhősünk Ed Dwight is. Na most mi ez az egész? Ugye azt írta róla a sajtó, hogy miért kapta ő eleve ezt a lehetőséget. Hát Ed Dwightról azt kell tudni, hogy ő 1933-ban született, légierő pilóta lett belőle, és nem, és hát akkor, ha még mondjuk, igen, nem volt még 30 éve, igen, akárhogy is számolom, nem volt még 30 éves, amikor a Kennedy kormányzat alatt, miközben Dwight bombázó pilótaként, tehát ilyen rendes, négy hajtóműves, légcsavaros bombázó gépek pilótájaként szolgált ő a légierőben, és akkor a Kennedy kormányzat alatt, hogy Kennedy 1960 novemberében lett megválasztva, viszont ugye 61-ben lépett hivatalba, 63-ban le is lőtték, tehát ez egy rövid szakasz a történelemnek. De ez egybeesik, ez a rövid szakasz, nem véletlenül az emberes űrrepülések kezdeteivel. És hát a Kennedy elnöknek a testvére volt ugye Robert vagy Bobby Kennedy, és ő neki volt egy szívügye az, hogy valamelyik emberi jogi aktivista mondta neki ezt az ötletet, de ő nagyon felkarolta azt az ötletet, hogy szépen meg kéne mutatni a világnak, hogy az Egyesült Államokban feketék is lehetnek űrhajósok. A 60-as évek elejét írjuk ekkor. Ez azt jelenti, hogy bizony szegregációs törvények vannak érvényben egy csomó déli államban, beleértve azokat az államokat is, ahol a NASA-nak a nagy űrközpontjai működnek. Ez érdekes. Éppen Kennedy előtt nem sokkal, tehát 1959-ben született meg az a határozat a kongresszus részéről, hogy törvénybe is iktatták amúgy, hogy semmi, hogy az állami, tehát szövetségi jogkörű intézmények, mint például a NASA, vagy bármelyik másik kormányhivatal, ők nem tehetnek semmiféle szegregációs megkülönböztetést, még olyan államokban sem, ahol egyébként szegregációs törvények vannak életben. Tehát így volt lehetséges, hogy például az alabamai Huntsville-ben, ahol a rakétákat tervezték a Marshall űrközpontban, például a NASA egyik legnagyobb és legfontosabb ilyen déli kutatóközpontjában. Azért mondom ezt a példát, mert hát Alabama, hát az nyilvánvalóan arról híres, hogy hát ott ez a nagyon klasszikus déli állam, nagyon klasszikus szegregációs politikával. Ez tipikusan az időszak, a 60-as évek, amikor még a buszokon elkülönítve kellett utazniuk az úgy akkori slang szerint colored, tehát a színes bőrű, ma úgy mondjuk, hogy afroamerikai állampolgároknak, külön WC-k, külön bejáratok a szórakozó helyekre, illetve olyan szórakozó helyek, ahol konkrétan ki volt írva az ajtóra, hogy hát ide nem jöhetnek be színes bőrűek. Szóval ez, pontosan ez a világ, és akkor képzeljük el, hogy ebben a világban egy milyen ellenmondásai ezek a világnak, hogy ugyanekkor és ugyanitt létrejött az az űrközpont, ami egyrészt persze foglalkoztatott 120 Németországból hadifogolyként elhozott rakétatervezőt, Werner von Braunnal az élen, akik ugye a náci Németországban fejlesztették korábban a V2 rakétát, tehát nem véletlenül jegyezte meg Tom Lehrer, a korabeli egyik legviccesebb
matematikus, humoros dalokat éneklő fickó, hogy aki Werner von Braunról is írt egy jó kis gúnydalt annak idején, hogy hát azért Alabamába telepítették ezt a 120 németet, mert az hasonlított Amerikán belül a legjobban a náci Németországra, és valójában, ha ezeket megnézzük, amiket az előbb elmondtam, ez így is volt. És az az érdekes, hogy itt volt az, hogy oda került a NASA űrközpont, és pontosan amiatt, hogy a NASA űrközponton belül viszont a szövetségi törvények voltak érvényben, amik felülírták ezeket, és ezért például az alabamai Huntsville-ben a Marshall űrközpont lett a legelső integrált munkahely, ahol tehát együtt dolgoztak, együtt kellett dolgozniuk a különböző rasszú embereknek, és akinek ez nem tetszett, az mondjon föl. Tehát mondták, erre mondták, hogy hát itt a NASA-nál nem teszünk ilyen különbséget, akinek ez nem tetszik, az menjen el. És ez nagyon sokat tett azért, hogy egyrészt beröffentse aztán a Huntsville-i polgárjogi mozgalmat, másrészt pedig tényleg egy precedens teremtett, amit aztán már a helyi konzervatív polgármesterek, kormányzók, stb. Sem tudtak visszahozni, szóval de ez az időszak. Tehát a NASA-nál azért persze előfordultak már ilyen módon afroamerikai munkaerők szép számmal, de jellemzően a második és a harmadik vonalban, ahogy ezt egyébként a nagy sikerű film is bemutatja, amelynek az volt a címe, hogy magyarul a számolás joga, angolul Hidden Figures. Hát ezt mi külön megbeszéltük egy Parallaxis podcastban, nagyon sok pontatlanság van ebben. A lényeg, hogy ami persze igaz, hogy az ilyen háttércsoportokban, számoló csoportokban nagyon sok fekete és nagyon sok nő dolgozott akkoriban is már a NASA-nál. Viszont hát az, hogy ők konkrétan mit csináltak, azt nem abban a filmből kell megtanulni, mert hát ott, hogy történjen valami, ezért egy kicsit túl nagy művészi szabadsággal éltek a hollywoodi szerzők. Körülbelül annyi igaz a sztoriból, hogy ezek az emberek, akik szerepelnek a filmben, valóban léteztek, még ha nem is ismerték egymást egyébként a valóságban, egy időben is egy helyen nem dolgoztak, de legalább tény, hogy léteztek, és tény, hogy kitűnő munkát végeztek. Na, egy szó, mint száz. Szóval ez az az időszak, amikor a Bobby Kennedynek eszébe jutott, hogy a NASA-nak, vagy az mindegy is, hogy a NASA-nak-e vagy sem, majd erre is kitérek, de hogy legyen amerikai fekete űrhajós. Na most, ezzel az volt a baj, hogy ez az az időszak, 1962-t írunk ekkor, amikor ez így konkrétabban fölmerült, megcsörrent a telefon, és de több helyen csörrent meg a telefon. Egyrészt Dick Slaytonnál, aki akkor már a NASA-nak a kiszuperált Mercury űrhajós szegény, mert ugye 7 űrhajós választottak ki, mint mondtam, az első amerikai űrrepülési programba. 62-ben kellett volna fölrepülnie Dick Slaytonnak az űrbe, második amerikaiként földkörüli pályán, de egy szívfibrilláció miatt eltiltották a repüléstől, cserébe kinevezték fő űrhajósnak, rögtön azonnal. És onnantól akkor még ugye összesen 7 űrhajós volt, és akkor nekik ő volt a főnökük, csak később, ahogy jöttek az egyre több és több űrhajósok, amiket toboroztak a NASA különböző űrhajós kiválasztási sztoriaiban, lényegében egy valódi hatalom társult ehhez, és egy megkerülhetetlen szereplője lett a Dick Slayton az űrprogramnak, de ez egy korai dolog volt, hogy pont amikor a második meg a harmadik űrhajós csoport kiválasztásán ügyködtek, ugye Kennedy, mármint nem Bobby Kennedy, hanem a tesó, John Fitzgerald Kennedy, az elnök, meghirdette azt, hogy embereket kell küldeni a Holdra 1970 előtt, hát ez azt jelentett, hogy rengeteg új űrhajós kell, úgyhogy el is kezdődött az űrhajósok toborzása, tehát nyilvánvaló volt, hogy a 7-1, tehát 6 szolgálatban levő Mercury űrhajós, ehhez így elég kevés lesz, úgyhogy rögtön toboroztak is egy 9 fős űrhajós csoportot 1962-ben, de még ez sem volt elég, és akkor egy 1963-ra is kiírtak egy toborzást, és nagyjából ekkor történt az, hogy Bobby Kennedynek eszébe jutott ez az ötlet, hogy kellene fekete űrhajós, igen ám, na de honnan? Na, ez egy érdekes kérdés, mert akkoriban az űrhajósokat pilóták közül toborozták,
Mégpedig a különböző fegyvernemek pilótáiból. Milyen fegyvernemek vannak, ahol vannak pilóták? Ugye van a légierő, United States Air Force, van a haditengerészet, a Navy, meg van a Marines, vagyis a tengerészgyalogság. És van még biztos a parti őrségnek is vannak pilótai, de valahogy az így nem nagyon jött akkor szóba. Tehát lényegében ez a három nagy fegyvernem van. Azonnal végig is nézték a listát az illetékesek, hogy van-e bárki, aki esetleg tudna jelentkezni papíron, úgy, hogy megfeleljen a NASA kritériumainak. A NASA kritériumai ekkor még tartalmazták azt, hogy berepülő pilótának kell lennie az illetőnek, ami azt jelenti, hogy nem elég pilótának lenni, vagy akár kitűnő pilótának sok órányi vadászgépes vagy sugárhajtású gépes tapasztalattal, hanem konkrétan berepülő, vagy más szóval tesztpilótának is kell lenni. Ugye az azt csinálja a tesztpilóta, berepülőpilóta, hogy új fejlesztés alatt álló repülőgép típusokat tesztel. Tehát ez nagyon hasonló ahhoz, amit az űrhajósok is csinálnak, tehát ennek abszolút volt értelme. Mert hát ennek az embernek értelemszerűen egy mérnöknek is kell lennie egyben, és olyas valakinek, aki aztán mérnökökkel tud kommunikálni, meg el tudja mondani a tapasztalatait a mérnököknek, amik alapján lehet továbbfejleszteni a repülést, a repülőeszközt. Na most hát az az igazság, hogy a Navy, tehát a haditengerészet kötelékeiben egyáltalán nem szolgált olyan ember, aki egyrészt afroamerikai volt, másrészt teljesítette volna a NASA-féle kritériumokat, legalább az első körben. Ugyanakkor tehát a haditengerészetnél nem volt ilyen, de a légierőben, a United States Air Force-nál találtak pontosan egy embert, és ez az egy ember volt Ed Dwight, akinek magától eszébe se jutott volna űrhajósnak jelentkezni. Nem hiszem, hogy azért, mert nem érdekelte volna egyébként az űrkutatás, vagy az űrrepülés, mert az akkoriban mindenkit érdekelt, hanem valójában egy klasszikus üvegplafon effektus, valószínűleg meg se fordult a fejében, hogy itt a fehér angolszász protestáns Mercury űrhajósok után, vagy mellett neki volna bármi esélye itt, és akkor valószínűleg ő lepődött meg a legjobban, amikor azt az utasítást kapta, hogy jelentkezzen. No, nem a NASA űrhajós kiválogatására, mert ő még ugyan pilóta volt, ráadásul egy kitűnő bombázó pilóta, viszont nem volt belepülő pilóta képesítése, úgyhogy ezért aztán volt az Air Force-nak a Aerospace Research Pilot School-ja, vagyis belepülő pilóta iskolája, repülő és űr pilóta iskola, aminek a vezetője maga Chuck Yeager volt a légierőn belül. Chuck Yeager egy legendás pilóta, ő volt az első, aki a hangsebességnél gyorsabban repült 1947-ben. Ő maga egyébként nem lehetett volna űrhajós, hiába volt egy legendás pilóta, meg életkorban is stimmelt, de a Mercury programba, ha akart volna, se jelentkezhetett volna, mert nem volt neki főiskolai végzettsége, ami szintén követelmény volt. Na most ilyen probléma a Dwight-tal nem volt, viszont ő meg nem volt berepülőpilóta, ezért első körben ő a bizonyos légierőn belüli Aerospace Research Pilot School-ba kellett, hogy felvételt nyerjen, ami valójában egy előszobájának tekinthető az űrhajóságnak. Tehát azért, aki ezt a nagyon elit klubot, ezt a berepülőpilóta iskolát a légierőn belül elvégezte, ami évente 8 embert jelentett, azok aztán nagyon jó eséllyel indulhattak a NASA-nak az űrhajós kiválogatásán, annak ellenére, hogy ők sem mondhatták azt 100%-ig, hogy akkor őket fölveszik, hiszen ne feledjük el, hogy a NASA nem csak a légierőből válogatott, és nem csak a légierő berepülőpilóta iskolájából, hanem a NASA-nak egy bemenetet jelentettek, az már említett haditengerész, tengerészgyalogság, stb. Emberei is. Szóval, hogy az még nem jelent, de azért igen jó esély. Tehát aki a Chuck Yeager féle sulit elvégezte, az utána a következő űrhajós válogatáson már azért nagyon-nagyon jó eséllyel indulhatott. Na és ebben nyert felvételt a Dwight. Na de hogy ez hogy történt? Hát persze, ott sem csak az van, hogy jó napot kívánok, szeretnék az iskolába járni és jelentkezzen. Rávették a Dwightot, hogy jelentkezzen, ott is volt mindenféle felvételi beszélgetés, felmérték a repült óráinak a számát, mindenféle feladatokat meg kell oldani, stb. És hát a Dwight az nem került. Ahogy említettem, 8 fős évfolyamok indultak volna, és indultak is mindaddig, viszont a Dwight az nem került bele a 8-ba. Úgyhogy hát mi történt ilyenkor?
Mondta a Csák Jéger, hogy ilyen feltételek mellett ő nem fogja tudni fölvenni ezt a fickót, mert akkor úgy érvelt, hogy az inverz rasszizmus lenne, hogyha Dwightot fölvennék ilyen kvóta jelöltként kvázi, és az nála magasabb pontszámmal végzett pilótákat pedig nem. Úgyhogy végül az a politikailag motivált döntés született, hogy a Dwightot fölveszik, de csak úgy, hogy mindenki mást is, aki a listán volt, és nála magasabb pontszámot ért el, őket is felvették, így alakulhatott ki, hogy ebben az évben nem 8, hanem 14 jelöltet vettek föl ebbe az ARPS-ben, sem azelőtt, sem azután nem volt ilyesmire precedens, de akkor volt, és hát így értelemszerűen, de és definíciószerűen a Dwight érkezett a legalacsonyabb pontszámmal. Na most ennek megfelelően fogadták szegénykét, tehát ugye nyilván már eleve az, hogy mindenki más fehér, és ő meg afroamerikai, az már eleve egy hátrányos helyzet, de plusz még, hogyha hozzávesszük ezt, hogy azzal cikizték a hát jellemzően amúgy republikánus irányba hajló környezetben, amit a tesztpilóták társasága jelentett, hogy hát itt van ő a Kennedy fiú. Ő itt a Kennedy fiú, amit a Bobby Kennedy lökte itt be, mint kvóta jelöltött közénk. Hát itt már eltérnek a beszámolók, de hát nehéz lehetett ilyen hangulatban menni előre. Hát Dwight azt nyilatkozta azóta, hogy itt Chuck Yeager az nem volt éppen kedves vele. Éreztette vele folyamatosan, hogy ő miért és hogyan került ide. Chuck Yeager interpretációja szerint, ami egy klasszikus ilyen meritista a szöveg, hogy hát nem a szerint bánik az emberekkel, hogy ki fia borja, hanem hogy hogyan repülnek, milyen pilóták, és hogy ez egy rendben volt az Ed Dwight, de hát ez egy olyan iskola, ahol nem elég jól teljesíteni, hanem itt kitűnően kell teljesíteni. Elvileg még egy tutort is kapott, hogy segítse a tanulásban, tehát a Chuck Yeager elvileg kirendelt mellé valakit, hogy segítse kifejezetten, egy mentort. Hát most, hogy ez tényleg segítette, vagy inkább hátráltatta, arról már eltérnek a beszámolók. De joggal elment a kedve az egésztől, ennek ellenére elvégezte, jó pontszámokkal elvégezte ezt az egészet, tehát megvolt neki a pecsétes papírja arról, hogy ő berepülő pilóta, és mint ilyen jó eséllyel mehetett neki a NASA-féle kiválogatásnak, de mint mondtam, ugye egy 14 fős évfolyam tagjaként, és plusz még ott voltak a haditengerészetből és az egyéb helyekből jövő jelentkezők, így aztán amikor jött az 1963-as harmadik űrhajós csoport kiválasztása, akkor a NASA őt már nem vette föl. Tehát ilyen értelemben, ja, még ezt megjegyzem, hogy amúgy abban a csoportban ilyeneket találunk, mint Buzz Aldrin, aki a második ember lett a Holdon, vagy Bill Anders, az Apollo 8-on repült később, Alan Bean-t, a hanyadik és negyedik embert a Holdon, Gene Cernan, ott van Michael Collins az Apollo 11-ről. Michael Collinsot például visszatartották az 1962-es csapatból, már akkor is bekerülhetett volna, csak mondták neki, hogy menjen még szerezzen tapasztalatot, és egy évvel később jelentkezett újra, tehát itt tényleg kitűnő pilotákat találunk. Meg is számolom, hányan vannak, itt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 14 embert vettek föl összesen, ezek közül a régi erőből egy hetet. Tehát a felük a régi erőből származik, de a másik felük nem, úgyhogy hát nem is meglepő, hogy a 14 fős berepülőpilóta iskola évfolyamról éppen nem a Dwightot vették át a NASA-hoz, mindenféle politikai nyomás ellenére. Úgyhogy így történt. Ezért aztán Ed Dwight később teljesen más irányba fordult. Néhány évvel később, azt hiszem 1966-ban leszerelt a légierőtől. Arra egyébként nagyon jó volt neki a tesztpilóta iskola, hogy feljebb került a ranglétrán, és hát Dick Slayton, az emlegetett fő űrhajós a könyvében azt írja, hogy ő úgy hallotta, hogy a Dwightot annyira nem is érdekelte az űrrepülés, hát azért ezt kétlem.
De az tény, hogy az előmenetelének jót tett, de egy-két évvel később leszerelt a légierőtől, és aztán még sok mindent csinált, az IBM-nél is dolgozott például, mérnök volt több cégnél, de elsősorban azzal vált ismerté, hogy szobrász lett, köztéri szobrokat készít, rendszerint polgárjogi mozgalmak, illetve fekete rabszolgaság és hasonló témakörökben. Colorado-ban lakik, és ott, de nem csak oda készít szobrokat, az Egyesült Államok tényleg tele van Ed Dwight szobrokkal, igen sikeres lett, és azt hiszem az állította most őt a reflektorfénybe, hogy az egyik ilyen streaming szolgáltató, egyik ilyen ismeretterjesztető szolgáltató, de nem azért nem mondom a nevét, mert nem akarok reklámot csinálni, hanem nem jut eszembe, de csinált most egy dokumentumfilmet, ami kifejezetten ezt vizsgálja, nem csak Dwightot, hanem hogy a feketék az űrben történetet, hogy hogyan volt lehetőségük végül becsatlakozni az űrprogramba, meg hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük. Ennek a sorozatnak néhány részből áll, és én még nem volt alkalmam megnézni, de az a címe, hogy The Space Race, ami egy ilyen, hát kicsit ovis jellegű szójáték, ugye a Space Race, mint űrverseny, ugye állandósult szókapcsolat, de a race az, mint rassz jelentésben is értelmezhető, tehát ez van benne. Szóval Dwight ilyen értelemben az első ember volt, azt írták róla most az újságok, hogy a Dwight volt az első ember, akit kiválasztottak űrhajósnak, hát ez csak aztán nem repült. Ehhez képest a valóságot inkább úgy fogalmaznám meg, hogy Dwight volt az első ember, akit politikai nyomás hatására beválogattak egy olyan iskolába, ami az űrhajós kiválasztás előszobájának tekinthető. Ugyanakkor nem kellett sokat várni arra, hogy csak ugyan bekerüljenek űrhajós csoportokba feketék, és itt már egyáltalán nem ilyen kvóta dologról volt szó, hanem tényleg arról, hogy abszolút megérdemelt, de a Dwight is abszolút megérdemelte, ne értsetek félre, hanem hogy abszolút a standard pipeline-on keresztül mindenféle elnöki vagy elnöktesója beavatkozástól függetlenül is 1967-ben már kiváló, tehát néhány évvel később már ott találjuk Robert H. Lawrence-t ugyancsak a légierőből, az egyik űrhajós csapatban. Na most ez is egy nagyon érdekes sztori, ez ugyanis nem a NASA-nak az űrhajós csapata, hanem a légierőnek a saját űrhajós csapata, ugyanis a 60-as években egy ideig ilyen is volt. Tehát akkoriban létezett az Egyesült Államoknak az az emberes űrprogramja, ami ott volt az újságok címlapján, Gemini, Apollo, amiről mindenki tudott, és valahogy ott titokban közben készülődtek valami nagy gurításra, ami nem más lett volna, mint a Manned Orbiting Laboratory, vagyis emberes keringő laboratórium, ami egy űrállomás lett volna a 60-as években, vagy a 70-es években lett volna kész, a 60-as években kezdődött a program. Hát az a laboratórium az valójában egy lakott megfigyelő műhold, vagy hát magyarul kémműhold lett volna emberekkel a fedélzetén, és ennek megfelelően ezt a programot nem is a polgári űrügynökség, a NASA koordinálta, hanem a légierő. A légierőnek egyébként egy nagy tördöfés volt, hogy amikor Eisenhower, aki maga is egy katonaember volt, és még elnök úr korában is azt, ugye a második világháborúnak a hőse, az európai fronton volt a Dwight Eisenhower, aki még elnökként is azt várta el, hogy tábornok úrnak szólítsák, és ne elnök úrnak, szóval ennyire katona volt a csávó, de érdekes módon, amikor 1950-es évek végén felmerült, hogy legyen egy űrügynökség, akkor éppen ő hozta létre a NASA-t, hogy ez egy civil szervezet legyen függetlenül a fegyvernemektől, és így került a Mercury program, tehát az embert az űrbe program, így került egy civil állami kormányügynökséghez, amit nem bírt megemészteni a légierő sokáig. Bekapcsolom közben a telefont, mert 2:15:37:73, 3:15-kor beszoktam kapcsolni a telefont, úgyhogy ha valakinek van kérdése és hozzászólása, akkor hajrá. Viszont addig elmondom, hogy a légierő ezt ugye nem tudta megemészteni, ki is talált magának egy párhuzamos programot. Ez volt a Manned Orbital Laboratory terve, ami még egyszer, emberek keringtek volna hetekig föld körüli pályán, egy
egy Gemini űrhajóhoz kapcsolódó henger alakú hosszú űrállomásban, és fényképeket készítettek volna, hát nyilván a Szovjetunióról, meg a... Hű, ez egy nagyon furcsa hangú telefoncsörgés. Igen. Haló, Szokol ébresztő, jó reggelt kívánok! Szervusz Mikos, köszönöm szépen, Csaba vagyok a netes. Szeretném megkérdezni, mert itt beszélsz az elsőről, a másodikat szeretném megkérdezni, hogy ki lesz a második magyar űrhajós, tudsz erről egy pár szót mondani? Mármint a mostantól második? Hát nem. Vagy a kapu Tibor lesz a második, mert ugye a Farkas Berci volt az első, ugye igen, így. Igen, aha. Igen. Tehát ezt már lehet tudni. Igen, ezt ma reggel jelentették be, hogy igen, ez a válasz, ha jól tudom, hát most nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy a Műszaki Egyetemen végzett, és mérnök, és nagyon szimpatikus fiatalember. És repülőpilóta vagy azt nem tudod? Hogy a légierőben van valami? Nem. Érdekes, hogy a magyar jelöltek egyike sem katona. Ugye három mérnököt és egy orvost választottak ki a shortlistbe, vagyis ő volt eddig a négy űrhajós jelölt, mondjuk így. És most a ma reggel jött a bejelentés, hogy ezt lefelezték, úgyhogy jelenleg ez a helyzet. Mikus, hogyha kérhetem, akkor mondd a nevét még egyszer? Kapu Tibor, jó, egy picit akkor rákeresek. Igen, mindenképpen. Jó, és akkor még egyet, csak egy kis megjegyzés, ami úgy foglalkoztat már úgy 53 éve, hogy miért nevezzük űrhajósnak? Hát ez egy jó kérdés. Miért nem hívjuk mondjuk űrpilótának? Azt is mondjuk, bár ez szerintem szerencsésebb, mert például pont az emlegetett, és akkor már a tartalékot is mondjuk, hogy Cserényi Gyulát választották ki első számú tartaléknak. Ugye Kapu Tibor 32 éves, Cserényi Gyula 35 éves, mind a ketten mérnökök. Na, viszont, hogy ők például ugye nem pilóták, úgyhogy ennek ellenére való igaz, hogy az űrhajós szó az már akkor bejött a nyelvbe, amikor még csak pilóták voltak az űrhajósok. Ugye az amerikai slangben jött létre, vagy az amerikai nyelvben, amerikai angolban jött létre az astronauta, illetve ennek a tükörképeként az astronaut volt az amerikai, ami a görög ugye csillaghajóst jelent szó szerint, talán úgy, hogy az argonautára rímeljen. Érdekes. Ugye a szovjet verzió az a kosmonaut, úgyhogy az a kozmonauta, érdekes ez is, hogy magyarul, de az űrhajós az ilyen értelemben egy, hát se nem csillaghajós, a magyar űrhajós az inkább akkor a kosmonautnak a fordításának tűnik, mert ugye nem csillaghajósnak hívjuk, hanem űrhajósnak, érdekes. Jó, akkor ezen így ne ragadjunk le, jó. Picit menjünk tovább, jó? Okay. És akkor még egyet, hogy lesz valami a napokban, hetekben valami nagyon durva, mondjuk ami a Space Junkie-ból egy kicsit úgy megismerhető? Persze. Valami? Hát figyelj, itt több érdekes dolog van, mindenképp érdemes megnézni. Igen. Bocsáss meg, hogy nagyon off-topic vagyok, de hogyha pár szót, mert van 13 percet még. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Szia! Hát az én órám szerint már csak 9, úgyhogy még azt el is mondom gyorsan, hogy itt volt az a helyzet, hogy hol tartottam? Ja igen, hogy a MOL, a Manned Orbiting Laboratory program, ami a légierőnek a saját űrállomása lett volna, a neki való saját űrhajósokkal. És a harmadik MOL csoportba, amelyet 1967-ben választottak ki, ott találjuk Robert Lawrence-t, aki az első fekete bőrű űrhajós volt, aki tényleg űrhajósnak kiválasztották, ám de ő sem jutott fel az űrbe, több okból sem. Hát leginkább azért, mert sajnos tragikusan fiatalon, 32 évesen, még 1967. decemberében egy repülőbalesetben meghalt. Másrészt azok az emberek, akiket vele együtt kiválasztottak a MOL program harmadik csoportjába, azok közül amúgy senki nem jutott föl az űrbe, nem azért, mert meghaltak, hanem maga a MOL program megszűnt. 1969-ben, amikor a költségvetési megszorítások voltak, nyilván a vietnámi háború miatt felülvizsgálták a tervet, és arra jutottak, hogy nem éri meg
ennyi pénzt költeni arra, hogy emberek csináljanak képeket földkörüli pályán, amikor azt már az egyre ügyesebb automatikus felderítő műholdak is meg tudják csinálni. Ezért aztán felszámolták az egész MOL programot. A MOL program másik két csoportjában találunk olyan űrhajósokat, akiket aztán átvett a NASA. A második MOL csoportot teljes egészében átvette a NASA, és mind az öt tagja fölment később, sokkal később a Space Shuttle-on, a 80-as években, amikor sorra kerültek. Az első MOL űrhajós csoportnak, ha jól számolom, 8 jelöltjéből is találunk olyat, a Trulit, aki később NASA igazgatóságig is eljutott, és szintén járt az űrben sokkal később a Space Shuttle programban. A harmadik MOL csoportból, amiben ez a Lawrence is volt, viszont senki nem jutott föl később az űrbe. Itt van ismét egy telefon, úgyhogy majd utána folytatom, ha még lesz idő. Halló! Szokor ébresztő. Halló! Csak néhány apróságot tennék hozzá, nagyon érdekes ez a személyzeti téma is. Már beszéltünk ilyesmire a űrhajósok életkoráról, stb., amíg emlékszünk rá, sugárzás életet. Igen. Ez a MOL laboratórium volt egy érdekessége neki, hogy ugye az egy Gemini hajóból állt volna, amiben utaztak, de volt mögötte egy tenger alapú labor. Igen. Igen. Most, hogy lehetett átjárni, látni régi terveket, hogy egyrészt űrsétát kellett volna tenni, kiszállni a szokásos ajtón, ami ugye a Geminin ott a hengerpaláston volt, és a kúppaláston. De láttam egy érdekesebbet, hogy a hajó fenekén, ahol a hőpajzs van, ott mi ott volna egy csapor. És ezt meg ezt tesztelték is, tehát volt egy tesztrepülés, amikor ugyanazt a Gemini űrhajót, ami korábban Gemini 2 néven repült emberek nélkül, azt átalakították és felküldték egy tesztre, hogy épp azért, hogy már ezzel, hogy volt egy ajtó a hőpajzsban, ami nagyon meredek és veszélyes. Igen, ez ijesztő volt, de érdekes volt. Egyébként annak idején a csúnya szocializmusban olyan keveset közöltek nálunk ezekbe a dolgokba, amint csak lehetett. Tehát már csak a kész híres eseményeket közölték. Részletes rajzokat, vagy ilyesmint alig-alig. Tehát volt olyan barátom, aki valahogy kapott ilyen újságokat, egyszerű napi magazinokat, amiben olyan képek voltak, hogy elképesztő. Na, úgyhogy ez érdekes volt az előttes. Még egy apróság, én nekem tetszik az, hogy ül hajós. Hát nekem is tetszik, hivajozás. Persze, tök úgy, jó. Valahogy egész évben hasonlít a hajózás, ez egy óriási tenger van, még annál is nagyobb, és különböző szigetek vannak, és ott kell tudni navigálni. És tengeri betegség is van. Az is van. Ja. És még van, még egy szót hozzá kell szoknunk, az asztronauta, a kozmonauta, és van a kínaiaknál a taikonauta. Igen, ez is egy érdekes, hogy a taikonautát a nyugati világban fejlesztették ki, tehát rájuk ragadt, tény. De a taikonauta kifejezést, azt gondolom az emigráns kínaiakon keresztül, tehát az amerikaiak már akkor elkezdtek taikonautákról beszélni, amikor a kínaiak még csak tervezték az emberek fölküldését, és ha megnézzük, hogy a kínai nyelvben hogy mondják azt, hogy űrhajós, akkor nem úgy mondják, hogy taikonauta, de tény, hogy nálunk nyugaton már ez ráragadt, és valóban taikonauta, így van. Használják magukra is, ugye mivel kínaiul azért nem... Nem tud, igen. De az is jó. Na ennyi, jó. Igen. Köszönöm szépen. Na még zárásként annyit elmondanék tehát, hogy a Lawrence-t ugye kiválasztották, a MOL programot. Hát egyrészt a technika haladása, másrészt a költségvetési megszorítások elsöpörték. Nagyon helyesen, köszönöm a betelefonálós megjegyzést, mert egyébként voltak bizony komoly kockázatok ebben, például, hogy tényleg ez az architektúra egy olyan űrhajót igényelt volna, aminek a hőpajzsán, tehát azon a részen, ami a légkörbelépéskor a legjobban felízik, arra rá kellett volna tervezni egy kerek átjáró ajtót, ami hát nem egy életbiztosítás. Megjegyzem egyébként, hogy a Szovjetunió viszont végrehajtott ilyen katonai űrállomás programokat, csak ezt a 90-es évekig nem kötötték az emberek orrára. Ma már tudjuk, hogy a Szaljut 3 és a Szaljut 5 személyzetes űrállomások olyanok voltak, amelyek katonai programot hajtottak végre a MOL-hoz hasonló szellemben. Mi történt aztán végül? Még azért azt meg kell jegyezni ennek a sztorinak a végén, hogy aztán 1977-78-ban, amikor a NASA a Space Shuttle-höz hirdetett meg űrhajós toborzást, és ki is választottak 35 űrhajóst, hát abban már találunk 3 színesbőrű űrhajóst is, ahogy ezt annak idején mondták, afroamerikai űrhajós, mondjuk most,
Ron McNair, Guy Bluford és Fred Gregory. Mind a hárman nagy karriert futottak be, az első amerikai, és ezt az, majd elmondom, hogy ezt miért hangsúlyozom ki, de az első afroamerikai az űrben, a Guy Bluford lett, aki 1983-ban jutott el az űrbe, a Challenger fedélzetén. A Challenger akkor még vissza tudott jönni. A Challenger a 10. repülésén azonban felrobbant, és a 10. repülésén ott volt a Challenger fedélzetén a három felsorolt úriember közül Ron McNair, és aki egy csoda gyerek volt, egy fantasztikus fizikus, és gyerekkora óta való, egy igazi polihisztor. Hát ő is sajnálatos módon oda veszett 1986-ban, amikor felrobbant a Challenger űrrepülőgép. És Fred Gregory, aki pilótaként, a másik két úriember mission specialist volt, tehát kutató űrhajós rovatban indultak. Fred Gregory azonban pilóta volt, ő volt az első, aki tudomásom szerint, aki ténylegesen parancsnoka volt az űrrepülőgépnek, mármint a fekete űrhajósok közül, és később a NASA-nak az elnöke is lett 2005-ben. De csak egy rövid ideig, egy ilyen átmeneti kinevezett elnök. Szóval így történt, de Guy Bluford 1983-ban nem az első fekete űrhajós volt, ugyanis a szovjetek itt is beelőztek. A kubai űrhajós az Interkozmosz programban, Arnaldo Tamayo Mendez már korábban feljutott az űrbe. Ő volt az, aki, mindjárt mondom mikor, Farkas Berci után nem sokkal, de még a 80-as években, pillanat, ő űrrepülése a Soyuz 38 volt, amely pedig 1980-ban ment föl, tehát ugyanabban az évben, mint Berci, csak Berci ugye májusban, ő pedig szeptemberben, akkor az amerikaiak éppen nem is utazgattak az űrbe, mert a Space Shuttle még nem volt kész. Tehát ezzel abszolút 3 évvel megelőzte Guy Bluefordot ebben a kategóriában, ő egy afro-kubai űrhajós volt, tehát Fidel Castro országából ő volt az első. A Salyut 6-on utazott, az emlegetett Salyut 5-tel szemben a Salyut 6, amin Farkas Berci is volt, az nem egy katonai űrállomás volt, hanem az egy tisztességes, szép polgári tudományos űrállomás volt, ahol többek között ő is dolgozott. És hát igen, nagyon érdekes ez az egész történet. Valószínűleg ennél sokkal többet is meg lehet tudni, például az emlegetett The Space Race című filmsorozatból, amit még nekem nem volt szerencsém látni. Minden esetre Ed Dwight 10 perces űrrepülése, amit most májusban hajtott végre, ingyen utasként, 5 másik turista mellett, ami teljes siker volt, nagyon tetszett neki, ugrabugrálva jött ki a kabinból. Ez egy nagyon hosszú és viszontagságos történetre tesz föl egy nagyon szép zárást végül is, hiszen végül lehetőséget kapott a sok szivatás után, hogy eljusson az űrbe, így már ismert szobrászként, és egy sikeres emberként végül ez az álma is teljesülhetett, lényegesen később. Hát nem a 60-as években, hanem a 2020-as években, de hát van ez így. Szóval ez egy érdekes esemény, úgy gondoltam, megéri erről egy pár szót ejteni, viszont a mai adás az határozottan véget ért, mert 10 óra 1 perc van, úgyhogy be is zárom a konzíliumot ezennel. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.